OMG. De jó ég, nyári szünet van. És igen, megint külsőt váltottam. Tudom, ez már nagyon sokadik, és nem érdekel. Na de, akkor térjünk is a tárgyra. De jó ég, mintha bíróságon lennénk. Amúgy bocsánat, ha halkan beszéltem az elején. Már most így rájöttem, hogy tényleg halkan beszéltem, de ja, mindegy. Amúgy, először is egy hír. Illetve kettő. Az első az, hogy jó, van erre felborítom a széket. Na szóval. Az első az, hogy mostantól ő lesz a pult karakterem. Igen, ez egy pici újfajta cica. Igazából nem is nagyon lesz vele videó, hanem inkább az ilyen vlog videókban azt fogom csinálni, hogy őt elrejtem valahova, és nektek meg kell találnatok, persze nehéz helyre lesz elrejtve. Sőt, lesz olyan, hogy az MV-kben, illetve a sorozat részekben is, úgyhogy majd figyeljétek mindenhol azt a picit. És aki megtalálja, vagy elsőként találja meg, értek, az kap tőlem egy rajzot, úgyhogy majd valahol itt YouTube-on, vagy valahol így értitek, mi az, hát ilyen beszélgetést kezdeményezünk, vagy mi, elnézünk fel vagyok neked, mert orrhangom van, de mindegy. És annak csinálok egy olyan rajzot, amit szeretne. Végül is nyár van, úgyhogy rengeteg időnk van rá. Ment, hogy nekem van rengeteg időm. Értitek. Na most hol a pici cica? Na, mi változott? Tényleg senki nem látja? Nos, figyeljétek jobban, mert ilyen helyekre lesz eldugva, és hogy most hol van. Hello! Igen, ilyen kis nagyon észrevehetetlen helyekre fogom én őt elrakni, mivel az a lényeg, hogy hogy nehezen lehessen megtalálni. Értitek? Igen, ajánlom is. Nos, a másik dolog pedig, hogy mostantól itt lesznek a vlog videóim. Hogy mi is ez? Nos, igazándiból egy picike RPS stúdió, ahol itt láthattok egy-két kiegészítőt esetleg a videókhoz, meg ilyenekhez. Itt van hátul egy tükör. Igen, ugye, itt most bejön a fény. Tattattam. Igen, ott a másik véget áll az asztalnak. Itt is van egy-két dolog, például fülbevalók, ilyen körömmatrica, amit én RPS tetoválásnak használok, meg egy ilyen hatalmas telefon, illetve itt van egy ilyen kis asztal, egy kamera, egy kameleon, egy laptop, egy ilyen kis székecske, és ugye a karakterem. Itt alatta pedig egy-két dolgot láthattok, amivel... Jaj, mert ezt megkivettem inni. Ami az LPS-ek megtisztítására, illetve... Hát ez nem arra. Az csak a gyurmaragasztó, mert ezt nem akartam ide kitenni. Szóval LPS-ek megtisztítására, jobb állapotba hozására való, értek, dolgok. Persze ennél több dolg is lesz, csak ja. Itt van ilyen nedves törlőkendő, itt alatta pedig van egy ilyen cucc, ahol majd amúgy az LPS könnyeket szokom rakni. Igen, elég izé. Köszönöm, tesse baj. Ebből a kis üvegben meg igazából ennek nem itt lesz a helye, csak még nem találtam neki rendes, szokásos helyet, úgyhogy egyelőre itt van. Fogadjátok el. Nos, de kezdjük is el a how részét a videónak. Most megint halkan beszéltem, mi? Na mindegy! Az első állatka, ez az a majom, zöld szemmel, illetve kihúzott szemmel. Hát ez nagyon hülye hangzott. Nem tudom, hogy ez eredetileg is ilyen. Igen, az Jerry, oké. Okay. Minden esetre aranyos, ilyen kis halvány, ízés, mi az színe van? Halvány barnás színe van. Itt a mágnese, felirat az ugyan nincs ezeken az RPS-eken. És amúgy nagyon jó állapotban van. Amúgy mellesleg még nem tisztítottam meg, mert még egy kicsit foltos, de azon kívül igazából
Semmi bajon nincsen, a farka lévő kis tucat leszámítva. De az most mi, értetek? A következő az ez az LPS, amiről igazán nem nagyon tudom eldönteni, hogy fék vagy sem, itt koszos, és ahol, hát itt marad egy LPS felirat, nem mágneses vizet vagyunk sincs rajta, és én nem is tudtam, hogy ilyenből van ilyen is. Ráadásul a szem is rossz. Nos, a következő LPS-ből már van egy, ez, úgyhogy megint vannak ikreim. Esetleg ez egy második generációs szürke mágneses LPS. A következőre ez a rák, ami mágneses, méghozzá piros mágneses, és anyuka eléggé lejött. A következő az az a madár, méghozzá Sophie GT-nek a karaktere. Nos, ő piros mágneses és kicsit rosszul mozog a feje. De attól még nagyon aranyos és elég jó állapotban van. És nem, ebben a videóban még nem kellett megkeresni a cicát, jó? Majd a következőben. Na mindegy, addig is, sziasztok, csak is!